Bükkaranyosan is elkezdődött a tanév az augusztus 31-én rendezett tanévnyitó ünnepséggel, amit Cibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára nyitotta meg, aki beszédében méltatta azon iskolák munkáját, köztük bükkaranyosiét is, akik tettek azért, hogy az oktatás mindenki számára elérhető legyen és mindenkit a saját szintjén fejlesztve egyfajta többletet nyújtson a gyermekeknek. Nagy Lajos polgármester úr ünnepi beszédében elmondta, hogy 2009-ben a tanulói létszám drasztikus csökkenése miatt az iskolát már a bezárás veszélye fenyegette, de a 2011-ben az oktatók összefogásának eredményeként újra folyamatosan növekszik az iskola létszáma, a gyerekek egyre jobb eredményeket érnek el a tanulásban, magatartásban és a sportban egyaránt. Az ünnepi műsorban közreműködtek az iskola tanulói és a Líra Művészeti Iskola tanárai is. Bükkaranyos Község Általános Iskolájának aulájában állunk most. Nemrég ért véget a 2014-2015-ös tanév ünnepélyes megnyitója, ahol Cibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára volt a vendégünk. Ő választotta ezt a helyszínt a térség évnyitójának megtartására, azért, mert mi tagjai vagyunk annak a 11 iskolának az országban, akik a komplex instrukciós programot alkalmazzák. 2010-ben vezettük be ezt a programot az iskolában, egy pályázat útján nyertük el ennek a használatának a lehetőségét, és rengeteg pozitívumot hozott az elmúlt 3 évben a számunkra. A gyermekek létszáma azóta folyamatosan növekszik, az oktatási eredmények javulnak, a magatartási eredmények javulnak, és a gyermekeink újra országos sport és oktatási versenyeken érnek el kiváló eredményeket. Ennek a munkának, ennek a feladatnak az elismeréséért jött el most hozzánk államtitkár úr, és nagyon örülünk annak, hogy a kormány ezt a komplex instrukciós programot kiemelt programként fogja kezelni. Ma már a Bükkaranyosi Általános Iskola mentorként működik ebben a programban. Hozzánk jönnek más iskolákból tanulni, hozzánk jönnek megismerni ezt a módszert. Az ország minden részéről fogadtunk már különböző iskoláknak a vezetőit. Ezen kívül Erdélyből is voltak már nálunk szakértők. Jó a kapcsolatunk a Miskolci Egyetemmel, jó a kapcsolatunk a Debreceni Agráregyetemmel, megpróbáljuk népszerűsíteni, megpróbáljuk továbbadni a tudásunkat. Annak ellenére, hogy az iskolát elmúlt évben a törvényi határozatnak megfelelően a Klebelsberg intézményfenntartó működteti. Az önkormányzatunk úgy gondolta, hogy az iskola az továbbra is a bükkaranyosi, aki az iskolába továbbra is a mi gyermekeink járnak. Nem engedtük el egymás kezét, igyekszünk mindenben segíteni az iskola működését és támogatni az itt folyó munkát, azért, hogy a gyermekeink a legjobbat kaphassák, a legjobb körülmények között tanulhassanak és fejlődhessenek. Éppen ezért határoztunk úgy, hogy most szeptember végéig be fogjuk nyújtani a pályázatunkat az iskola energetikai felújítására. Ebből szeretnénk megvalósítani a nyílászáróknak a cseréjét, a fűtéskorszerűsítést, a világításnak a korszerűsítését. Szeretnénk, hogyha egy komfortosabb, mai igényeknek megfelelő helyen tanulhatnának a diákjaink. Kedves gyerekek, akik várjátok a holnapi napot, az új tanév kezdetét, kérlek benneteket, hogy legyetek ti is büszkék az iskolátokra, fogadjátok meg tanáraitoknak szavait, mert ők a legjobbat akarják nektek, és segítenek benneteket abban, hogy elérjétek álmaitokat, hogy belőletek is orvos, tűzoltó, vagy akár tanárbácsi, tanárnéni lehessen, aki nem felejti majd el, hogy honnan indult, és aki tovább viszi Bükkaranyos jó hírét. 2009. november 1-én vettem át az iskola igazgatását. 30 éve itt dolgozom az iskolában, ez az első munkahelyem. 25 év után ért a megtiszteltetés, hogy a képviselőtestület megbízott az igazgatói feladatok ellátásával. Tantestületünk, látva az iskola létszámunk csökkenését, arra törekedett, hogy helyben megtartsa a gyerekeket, és ehhez kerestünk különböző módszereket. Több helyen is érdeklődtünk a módszerek iránt, míg végül a Helyő Keresztúri komplex instrukciós program mellett döntöttünk egyöntetűen. A választás azért esett erre a programra, mert a gyerekek nyílt végű feladatokat végeznek csoportmunkában, és ezekre a nyílt végű feladatokra épül a személyre szabott egyéni munka. Az egyéni munkákat
differenciáltan osztjuk tehát ki, és ezáltal minden gyereknek a képessége fejlődik oly módon, hogy önmagukhoz viszonyítva kapják a feladatokat. Nagy segítségünkre volt a Helyőkeresztúri iskola, különösen igazgatóasszony és a Helyőkeresztúri mentorunk, aki eleinte havonta, majd pedig negyedévente jött a programunkat megnézni, illetve a teljesítményünket mérni. A Magyar Tudományos Akadémia részéről dr. Habil Gyarmati Éva kognitív profiltesztel méri évről évre a gyerekeknek a fejlődését szövegértésből és matematikából. 2 év után sikerült elérnünk, hogy szövegértésből értünk el nagyobb eredményeket, tehát a gyerekek abból fejlődtek leginkább, a matematikai fejlődés még kevésbé tapasztalható. Az iskolában megváltozott a tanulmányok hozzáállása a munkához. Az innovatív fejlesztés során új tantárgyként került be a táblajáték, mind szakkör formájában, mind pedig órán is használjuk, a matematika és egyéb tantárgyak tanítása terén is. A gyerekek megszerették ezt a módszert, a szülők pedig örömmel jönnek látogatni ezeket az órákat, mert a Helyőkeresztúri mentor látogatásakor minden egyes alkalommal látogathatják a szülők is. Nyílt napot tartunk. A táblajátékok mellett nagy sikert aratott a generációk közötti párbeszéd program. Ez azt jelenti, hogy a szülőértekezleteken kívül többször tudunk találkozni a szülőkkel, ugyanis a szülők eljönnek ezekre az órákra, és ők maguk mutatják meg, hogy mit tudnak. Van, aki a horgászathoz ért, van, aki a horgoláshoz, kötéshez, asztalos munkához, és a gyerekek nagy érdeklődéssel figyelik ezeket a bemutatásokat, majd pedig a végén ők összegzik, hogy mit tanultak a szülőktől. A gyerekeket büszkeség tölti el, hogyha az édesanyjuk, édesapjuk, vagy akár a nagymama itt lehet és bemutathatja a tudományát. A Kürt ZRT segítségével vezettük be a nyelvprogramunkat, Tabelló nyelvprogram a neve. Most már lehetővé vált, hogy a gyerekek nyelvi laborban tanulják a programot, és ezáltal az angol nyelv fejlődött a gyerekek szókincse, illetve az angol nyelv területén is jelentős előrelépést tettünk. Amikor hivatalba léptem június közepén, a felzárkózás politikáról való gondolkodás, tervezgetés során alapvető volt számunkra, hogy a munkát azzal kell kezdeni, hogy feltérképezzük azokat az eredményeket, amelyek ma Magyarországon megvalósultak, hiszen az elmúlt 4 évben a kormány számos olyan projektet indított a társadalmi felzárkózás területén, amelyek ma már hoztak eredményeket, és fontos ezeknek az eredményeknek a számavétele. Az eredményes műhelyeknek, eredményes szakembereknek, eredményes szakmai tímeknek a kihangsúlyozása, felmutatása, bemutatása a környező társadalom felé, hiszen a társadalomban nagyon sokszor ezt látjuk, hogy hajlamosak sokan azt mondani, kicsit lemondóan, legyintve, hogy a felzárkózás lehetetlen, vagy nagyon hosszú távon lehet csak eredményes, sokan lemondanak erről, sokan azt látjuk, hogy azt mondják, hogy ez egy kilátástalan küzdelem, és rá kell mutatni, hogy ma Magyarországon vannak olyan pedagógusok, vannak olyan iskolák, akik komolyan veszik ezt az ügyet, elkötelezettek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásában és számukra esélyteremtésben, és nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt ezt erről a közvéleményt tájékoztassuk, tehát, hogy van lehetőség ma a felzárkózásra, és vannak modellek, vannak példák, vannak jó bevált gyakorlatok. Másrészt pedig ezeket, hogyha beváltak, mérjük meg. Tehát, hogyha valaki uniós programot csinál, attól még önmagában nem lesz
az egy jó gyakorlat. Ezekhez rendeltünk indikátorokat, mérőeszközöket, értékelési kritériumokat, ami alapján meg tudjuk mérni, hogy mennyire szakmailag, mennyire eredményes egy program, mennyire éri el, milyen mértékben tudja teljesíteni azt az elvárást, amit nem csak a kormányzat, hanem az egész társadalom közvetít felé, az, hogy esélyt teremt a gyermekek számára, az, hogy a felzárkózásban, a hozzáférhetőségben, a minőségi oktatáshoz, a minőségi szociális egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésben több lehetőséget kap egy gyermek. Azért központi eleme ez a felzárkózásnak, mert a felzárkózás alapvetően arról szól, hogy a halmozottan hátrányos helyzetét egy családnak, egy gyermeknek, egy közösségnek, esetleg egy záraványba szorult térségnek hogyan lehet segíteni, és az alapvető tézis az, hogy ennek a legfontosabb eleme az, hogyha azt a zárványt, azt a nagyon sok dimenziós, sok összetevőjű hátrányt, ami áll egyrészt foglalkoztatási hátrányból, áll térségi hátrányból, áll lakhatási hátrányból, szociális hátrányból, oktatási, mondjuk egy lemorzsolódásból következő hátrányból, ezek a hátrányok összesítik az erejüket, és egy abroncsként szinte megfojtják a családokat, így jön létre a halmozottan hátrányos helyzet, vagy nevezzük nevén nyomor és az esélytelenség. És azért azt gondolom, hogy a kormányzat legfontosabb feladata a felzárkózás területén, hogy ezt az abroncsot, ami nagyon erősen szorul rá a családokra, amely tehát egy több dimenziós, több összetevőből, társadalompolitikai összetevőből táplálkozó jelenség, ezt enyhítse, vagy széttörje. Ráadásul ez az abroncs tovább is örökítődik nemzedékeken, tehát az abroncs szorítását kell enyhíteni, és a tovább örökítést meg kell akadályozni. Ez a nyomor ördögi körének a megtörése, így is szoktam ezt mondani. És ennek a legfontosabb eleme kétségtelenül a jó minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása. Már korábban a jó óvoda, és az óvodai fejlesztés, és még korábban, 3 év alatt a szintén bölcsődei, vagy családi napköziben történő fejlesztés. Nem lehet kizárólag az intézményes világnak és az intézményeknek, a bölcsődének, az óvodának, az iskolának feladata az esélyteremtés. A családokra ugyanígy kell fókuszálni. Éppen ezért a legfiatalabbak számára, 3 év alattiak számára, például a bölcsőde fejlesztéseknél egy nagyságrendre több bölcsődei férőhely áll ma a rendelkezésre, mint mondjuk jó néhány évvel ezelőtt. Gondoljon bele, hogy az elmúlt 20 évben a bölcsődei férőhelyek száma 67.000-ről 25.000-re csökkent. Miközben több tízezer anya mondja azt, hogy ő szeretne dolgozni, és a gyermek napközben elhelyezése az akadálya annak, hogy ő munkát tudjon vállalni. Ma már a bölcsődei férőhelyek száma 40.000 felé közelít. Tehát azt kell mondani, hogy a kormányzat felismerte azt, hogy a legkorábbi években kell elkezdeni a gyermekek segítését és a gyermeket gondozó családok segítését. Ennek egyik frontja a bölcsőde, de vannak olyan területek, ahol nincs bölcsőde, tehát ott is figyelni kell a 3 évű fiatalabbakra. Ugye ennek két nagy programja van, az egyik a biztos kezdetházak, amelyek szépen gyarabodnak és cseperednek, és amelyek most már olyan eredményesnek minősültek és bizonyultak, hogy beépítettük ennek a hálózatát a gyermekvédelmi törvénybe, hogy legyen egy nagyon erős szabályozási és finanszírozási háttere, hogy az abban dolgozó szakemberek és az ezt fenntartók hosszú távon tudjanak kalkulálni, számítani és tervezni ezzel a lehetőséggel, ugyanígy a segítségre váró családok is. Tehát ez egy nagyon fontos oszlop a biztos kezdetházak. Ehhez fog kapcsolódni majd a következő 6 évben egy 29 milliárd forintos operatív program az Uniótól. Éppen a következő hetekben kezdődnek az egyeztetése Brüsszellel a részletekről, amelyben a 3 év alattiak kapnak élelmiszer és egyébként a pelenka és hasonló segítséget, és azok a családok. Tehát azt gondolom, hogy a legkorábbi évekre kell fókuszálni a felzárkózást, de ennek eleme a kötelező óvodáztatás is, és az iskolákban pedig, ahol most is vagyunk, olyan programoknak a támogatása, amelyek
amelyek fokozottan fókuszálnak azokra a családokra, amelyek hátrányos helyzetben vannak, és nem szegregálnak, tehát nem azt mondják, hogy a gyereket külön kell választani, mert csak úgy lehet felzárkóztatni, hanem ez az iskola több mással együtt példa, komplex instrukciós programot alkalmazzák itt, ami egy pontosan jól láthatóan bizonyított és bevált eredményes gyakorlat abban, hogy hogy lehet a gyermekek felzárkózását segíteni. A bizonyíték az, hogy 10 év alatt például a helyi keresztúri iskolában a legfontosabb matematikai olvasás-írás készség ügyekben az összes vonatkozó indikátor 3-szoros javulást produkált. Tehát vannak eredmények, és senki nem mondhatja azt, hogy hát vagy 30 év, 40 év múlva lesznek eredmények. Nem, most vannak eredmények, és aki annyira veszi a fáradtságot, hogy szeretné ezeket megismerni, azt nagyon kérem, hogy fáradjon ebből a 11 iskolában, ahol ezt a programot alkalmazzák, hiszen kézzel foghatóak ezek az eredmények. Én azt gondolom, a felzárkózás politikának egy nagyon fontos eleme kell legyen, hogy a köznevelés új rendszerében, ami a Klebersberget jelenti, figyelmel kísérje ezeket a kezdeményezéseket, és megpróbálja minél több helyen érvényesíteni ezt a megközelítésmódot, hiszen a Klebersberg most már tudja magát függetleníteni azoktól a korlátoktól, akadályoktól, amelyek korábban az önkormányzati fenntartást jelentették, hiszen egy önkormányzatnak sokszor nem volt lehetősége, pénze, más erőforrása arra, hogy ilyen programokat bevezessen, indítson, nagyon sok korlát volt ilyen kezdeményezések előtt. A Klebersberg, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó keret és egy új esély arra, hogy minden gyermek Magyarországon, aki iskolás, aki tanul, az egy minőségibb oktatás kapjon, a tudáshoz való hozzáférés egyenlősége a korábbinál nagyobb mértékben megvalósuljon, hogy ne lehessen Magyarországon olyan gyermek, aki a szociális helyzete, hátrányos helyzete, a térség, vagy a családja hátrányos helyzete miatt kell, hogy kimaradjon, lemaradjon, vagy lemorzsolódjon